Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinműsorunkat látják, köszöntöm Önöket! Magyarország a jövő klímabajnoka lehet, erről beszélt Áder János Pakson. Az államfő azt mondta, hogy a regionális gazdaság élénkítése nélkülözhetetlen, az atomerőmű bővítésnek ebben is kulcs szerepe lehet. A föld és azon belül Magyarország gazdaságát és mezőgazdaságát alapvetően határozzák meg az éghajlati viszonyok, a globális felmelegedés pedig újabb és újabb kihívások elé állítja az ezekben az ágazatokban dolgozókat. Ennek okairól és időnként emberéletek millióit követelő következményeiről beszélt általános és középiskolás diákoknak Áder János Pakson. Hogyha nagy a hőség, a csapadék nem érkezik meg időben, akkor természetesen a talaj kiszárad, művelésre, mezőgazdasági művelésre alkalmatlanná válik. Ez nem csak azért fontos, mert az adott gazda, és ez most teljesen mindegy, hogy a világ mely részéről készült ez a film, hogy az Indiába készült, Szíriába vagy a világ más pontján, mindegy. Nem az az érdekes, hogy a gazda, vagy nem csak az az érdekes, hogy a gazda, a földműves tönkre megy, a családja is tönkre megy, hanem ennek nagyon súlyos szociális és társadalmi következményei vannak. Csak egy kitérő, a szíriai polgárháború előtt egy 3 éves, soha nem látott mértékű aszály volt Szíriában. Nagyjából így nézett ki a föld. Az emberek tönkrementek, bementek a városokba. Igen ám, de a városban nem tudtak nekik munkát adni. A szegénység és a nyomor előbb-utóbb szociális feszültséget eredményezett, és a szociális feszültség társadalmi robbanáshoz vezetett, ebből polgárháború, majd háború lett, a végén pedig migráció. A fosszilis alapú energiahordozókra épülő ipari termelés a mostani mértékében néhány évtized múlva egészen biztosan embermilliók életét követeli majd minden esztendőben, vélik a kutatók. Ha a káros anyag kibocsátás miatti felmelegedés mértéke nem csökken, akkor ugyanis 2100-ra a legóvatosabb becslések szerint is legalább 1, de akár 10 méterrel is emelkedhet a tengerek és óceánok vízszintje, ezzel pedig nagyjából 200 millió ember lakhelye kerül víz alá. Emellett más katasztrofális jelenségeket is előidéz majd a klímaváltozás. Természeti katasztrófák száma, intenzitása és az okozott kár mértéke évről évre nő. Hát erről aztán most kaphattak az elmúlt hetekben is jó néhány képet, akár csak a japán tájfunt nézzük, a Hagibiszt vagy az indiai tájfunokat, vagy korábban mondjuk tavasszal az Afrikát sújtó, közép-afrikai térséget sújtó tájfunokat. Ma már a kár, az okozott kárnak a mértékét, hát vannak ugye közvetett károk, és vannak közvetlen károk, van, amit pontosan tudunk, mert elmennek a biztosítóhoz, és a biztosító fizet. De nem minden van biztosítva, nem minden épület, nem minden ingóság. Nagyjából a tavalyi károknak a mértékét, amit biztosan kifizettek, az 160 milliárd dollár volt szerte a világon, és még ennek a háromszorosa az, ami közvetett kár, és ami csak becslés, amit nem fizettek ki a biztosítók, de lehet tudni, lehet mérni, hogy egyébként ez bekövetkezett. Ez még 460 milliárd dollár. Adják össze a kettőt, elég jelentős összeg jön ki. A klímaváltozás legfőbb oka az üvegházhatást előidéző gázok túlzott mértékű kibocsátása, ezért elsősorban az ipar felel. 2015-ben éppen ezért fogadták el a párizsi klímacsúcson résztvevő országok, köztük Magyarország is azt az egyezményt, ami alapján az aláíró országok mindent megtesznek annak érdekében, hogy 2100-ig 2 Celsius fok alatt tartsák az átlag hőmérséklet emelkedést. Ehhez Magyarország részéről pedig elengedhetetlen a paksi atomerőmű bővítése. Nem olvastunk kollégáimmal együtt még olyan mérvadó tanulmányt, ami ezt a kérdést boncolgatta, amelyik erre a kérdésre igennel válaszolt volna. Tehát csak olyan tanulmányokat olvastunk, amelyik azt mondta, legyen szó OECD-ről, ENSZ Tudományos Tanácsadó Testületéről, energia, Nemzetközi Energiaügynökség tanulmányáról, bármit nézünk, mindenki azt mondja, atomenergia nélkül a párizsi cél nem elérhető, nem tartható. Magyarország nem csak azért jár élen az államok között vívott versenyben a klímavédelem terén, mert igyekszik a fosszilis alapú erőművek helyett a szinte nulla emissziós kibocsátású nukleáris energiatermelést előnybe helyezni. Magyarországon a magyarországi áramtermelés több mint 90%-a 2030-ban, nem 2050-ben széndioxidmentes lesz. Megépítjük a két új blokkot, és megépítünk még nagyon sok naperőműparkot, kicsit is, nagyot is. Ezt most adtuk át nem olyan régen, talán egy másfél hónapja, az Alteónak a energiatárolással kapcsolatos, ugye mondtam azt, hogy nehéz még megoldani az energiatárolást. Ők erre tettek egy nem is rossz kísérletet, tehát ez egy biztató kísérlet,
arra, hogy a fölös napenergiát ezekben a konténerekben viszonylag szűk helyen tudják úgy tárolni, hogy később aztán ezt az energiát, amikor többletigény van, hazamennek az emberek, elkezdenek főzni, stb., akkor ezt a többletenergiát visszateszik, úgy, ahogy vissza tudják terhelni úgy a hálózatra, hogy ez semmiféle hálózati problémát, ellátási problémát ne okozzon. Tehát van magyar megoldás is erre. Magyarország tehát kifejezetten jó úton halad ahhoz, hogy vállalni tudja a párizsi klímacsúcson aláírt egyezményben leírtakat. Ehhez viszont a paksi bővítés mellett megújuló energiatermelők építésére és a lakosság környezettudatosságának növelésére is szükség van. A Tolna megyei kormányhivatal ismét megrendezte a Jövőt záloga című pályaválasztási kiállítást. A rendezvényen 5 napon át kaphatnak képet az érdeklődők a középiskolák kínálatából és az érettségi utáni képzések lehetőségéről. Tolna megye minden jelentős középiskolája, 19 felsőoktatási intézmény és a szakképzési centrum minden intézménye elhozta kínálatát a Jövőt záloga szakkiállításra. Itt a diákságot, a szülőket, pedagógusokat érdeklik ezek a kiállítások, és hogyha most nem lenne senki, akkor jövőre valószínű, hogy nem érkeznének, és nem jönnének, nem jelentkeznének. Az érdeklődés nyilván vonza a kiállítókat is. Vannak olyan diákjaink, van olyan tanuló ifjúság, akikért érdemes idejönni, és megpróbálni, nyilván ez egy versenyhelyzet. A szakképzési centrum 9 tagintézménye hozta el kínálatát a továbbtanulásra készülők és az egyelőre az orientáció korszakában lévő gyerekek számára. Nagy örömmel mutatjuk be a tagintézményeink programját, és nem pusztán szórólapakat szeretnénk szórni és bemutatni a jövő évi képzési palettánkat, hanem szeretnénk, hogyha a kis tangyainkon bepillantást kaphatnának a tanulók, szülők, illetve a pedagógusok a tagintézményeink életébe, programjába. Interaktív játékokat, kis játékokat állítottak össze a kollégáim, amin keresztül bepillanthatnak a különböző jövőjében induló szakmáinkban. Hiszen megújul a szakképzés a jövő évtől kezdve, már a szakgimnáziumi képzést technikum fogja felváltani, a szakközépiskolát pedig a szakképzőiskola fogja váltani. Szeretnénk, hogy ezt a változást be tudnánk mutatni a szülőknek és a partnereinek ezen a kiállításon. Mi hisszük azt, hogy a tudás nem a fejből megy a kézbe, hanem a kézből a fejbe. Mi nagyon gyakorlatorientáltan szeretnénk a munkákat végezni, hiszen erről szól maga a szakképzés is. Ezért itt sok-sok játékkal, gyakorlattal segítjük a gyerekeknek az affinitásának a kialakítását. Sok fiatal ezen a fórumon találkozik először olyan iskolával, akik a szakképzés területén dolgoznak. Az általános iskolai képzésben nem jut erre idő, és kellő lehetőség sem a döntés és a pályaválasztás előkészítésére. Ezek a gyerekek itt azt megtanulhatják és megtapasztalhatják, hogy milyen egy szakközőiskolának a kínálata, mi az, amit itt meg lehet tanulni, de ez nyilvánvalóan nem elég, ehhez el kell látogatni az iskolába, sőt, én azt szoktam javasolni, hogy tájékozódni kell olyan szakemberektől, akik ezt a szakmát művelik, vagy éppen olyan szakemberektől, akik ezt tanítják. Tehát a nyílt napokkal én ezt mindenképpen kiegészítem és fontosnak tartanám. Nagyon fontos az, hogy a fiatal korosztály is megjelen ezeken a kiállításokon, mint éppen a mai napon is. Azok, akik még messze vannak a pályaválasztástól, de a pályaorientációhoz sosincs elég korán kezdeni a dolgot. Szerintem ez a rendezvény erre most egy kiváló lehetőség a tanulóknak. Ez egy megfelelő lehetőség, bár mi ezen kívül, az alkalman kívül azért azt is kihasználjuk, hogy a környező általános iskolákban úgynevezett pályaválasztási roadshow-t tartunk, ami az elsődleges merítési körzetünk, de hát mindenképpen ez a kommunikációs eszköz is egy megfelelő lehetőség, mert általában nem csak a diákok, hanem van, aki szülővel érkezik, és akkor itt is be tudjuk mutatni a saját tamási iskolánkat. Úgyhogy én ezt jó lehetőségnek tartom, és minden évben ki is használjuk. A 12-13 éves korban lévőknek a legfőbb feladat az orientáció, mondta Juhász Gábor. Folytatni kell ezt az orientálást ebben a korban. Minden kisgyerek szeret építeni, szeret rakosgatni, színezni, tehát minden kisgyerek kreatív. Ez a kreativitás ez átforgatható a szakképzés irányába. Minden gyereknél ezt ki lehet használni, és ki kell használni. Ez a mi elemi érdekünk, ebben biztos vagyok. De a gyerekeknek is, mert a saját kézmozgásait, amikor fejleszti, a saját gondolkodást, amikor fejleszti, akkor igazándiból abba az irányba megy, ami nekünk jó, és ami neki is jó lehet. Sikerélményt kap, a sikerélmény pedig elviheti a szakképzés felé.
sok esetben még semmiféle távlati perspektívájuk nincsen, viszont az információ átadását nem elég korán kezdeni, úgyhogy mi megpróbálunk ennek érdekében mindent segítséget megadni és támogatást megtenni. Ezek a lehetőségek most már olyanok, hogy azt gondolom felveszik a versenyt bármilyen másik szakmával, diplomával. Egy jó szakember az felér egy diplomással, és ezt teljesen komolyan is gondoljuk. A jövő esztendő változásai azt célozzák, hogy a szakképzés még vonzóbbá váljon a fiatalok körében. Erre az első jelek már most is megvannak. Teljesen átalakul a szakképzési rendszer 2020-tól, ha a parlament megszavazza az erről szóló törvénytervezetet. Az egyik fő változás, hogy a szakképző iskolák és a technikumok különböző hosszúságú képzéseket biztosítanak majd egy ágazati alapoktatást követően. A technikusi vizsga emelt szintű érettségének számít majd, és minden diáknak jár az ösztöndíj. Ezen kívül olyan orientációs osztályokat is indítanak a kompetenciateszteken rosszul teljesítő tanulóknak, mint amilyeneket az elmúlt adásunkban már bemutattunk. A cél a fiatalok piacképes tudáshoz juttatása. Leméri, hogy megfelelő nagyságú lett-e a munkadarab Károly László a Fasztron tolnai gyárában. A 18 éves fiú fél éve dolgozik itt, mint CNC gépkezelő. Azt mondja, a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre szakképző iskolájában tanult korábban, a munkavállalás pedig ilyen könnyen ment. Jelenleg is képzésre jár esténként, hogy a munkához szükséges kompetenciáit tovább bővítse. A munkavállalás az elég könnyen ment, ahol voltam gyakorlati helyen itt, ugye 2 évet voltam gyakorlaton, és a gyakorlat végén felajánlották, hogy akkor jöhetnék ide dolgozni. Károly László esete nem egyedi, hatalmas a kereslet a jó szakemberek iránt a munkaerőpiacon. A kormány célja a szakképzési rendszer átalakításával éppen az, hogy még többen jussanak piacképes tudáshoz, mondta Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakmai elnökhelyettese egy szekszárdi konferencián. Azt szeretnénk elérni a szakképzési rendszer átalakításával, hogy valóban olyan szakemberek kerüljenek ki, minél többen, minél inkább találják meg a helyüket, és hogy valóban vonzó legyen mind a diákok számára, mind pedig azoknak a szülőknek, akik szeretnék a tanulókat jó helyen tudni, a gyereküket jó helyen tudni. Október végén az Innovációs és Technológiai Minisztérium benyújtotta az országgyűlésnek a szakképzési törvény tervezetét. Ha ezt megszavazzák, 2020. szeptemberétől a szakképzés átalakul. Az egyik fő változás, hogy a tanulható szakmák száma jelentősen csökken. Természetesen ez a szakmáknak a számának a csökkentése, ez nem egy öncélú dolog volt. Megkérdeztük a vállalkozásokat, ágazati készségtanácsok javaslatai alapján, amelyben elsősorban vállalatok vesznek részt, javaslatai alapján gondolta át a kormányzat, hogy melyek azok a szakmák, amelyre a jövőben szükség van. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor nem lehet majd tanulni mindenfélét. A lényege az a dolognak, hogy minél szélesebb alapokat adjon a tanulók számára, bármelyik szakmába is kívánnak majd elkezdeni a képzést. A szakgimnáziumok új neve technikum, a szakközépiskoláké pedig szakképző iskola. Mindkét iskola típusban a képzés ágazati alapoktatással indul. A technikumokban a képzés 5 éves lesz, amelynek a végén a diákok érettségit és technikusi szintű szakképesítést kapnak majd. A szakképző iskolákban az oktatás 3 évig tart majd. Ezt követően, aki szeretne, további 2 év tanulással érettségit is szerezhet. További változás, hogy minden diák kapna ösztöndíjat a képzés ideje alatt. Ez egy nagyon fontos lépés, hogy egyébként az ösztöndíjrendszert is átgondoljuk. Átgondolta a kormányzat, és egy olyan javaslatot tett le a minisztériummal a kormányzat elé, amiben azt javasolja, hogy azok a tanulók, akik a szakképzésbe lépnek, valamennyien kapnának ösztöndíjat, hiszen ők minél hamarabb kikerülnek majd a munkaerőpiacra, tehát fontos, hogy valóban őket ösztönözzük. Azt reméljük, hogy nem csak az ösztöndíj, aminek a nevében is benne van ugye az ösztönzés és a motiválás, hanem az a újfajta rendszer is ösztönözni fogja a tanulókat és a szülőket arra, hogy minket válasszanak. A szakképzési törvény tervezetéről hamarosan dönt a parlament. Kedvező feltételű, rövid átfutási idővel igényelhető, szabad felhasználású hitelhez juthatnak hozzá mikro-kis és középvállalkozások a Széchenyi Kártya programon keresztül. Tavaly országszerte 21 ezeren igényeltek ilyen hitelt, és több mint 260 milliárd forintot meg is kaptak. Tolna megyében 250-en több mint 2 milliárd forintot igényeltek. A megyei cégek főként likviditási problémáik kezelésére vették igénybe a folyószámla hitelkeretet.
Kedvező feltételű, rövid átutási idővel igényelhető, szabad felhasználású hitelhez juthatnak hozzá mikro, kis és középvállalkozások a Széchenyi Kártya programon keresztül. Igen népszerűvé vált az elmúlt években ez a hitelkonstrukció, amit az adatok is alátámasztanak. Tavaly országszerte 21 ezer igénylés érkezett, több mint 260 milliárd forint államilag támogatott hitelt meg is kaptak a kisebb cégek. Tolna megyében 250-en több mint 2 milliárd forintot igényeltek. A megyei cégek főként likviditási problémáik kezelésére vették igénybe a folyószámla hitelkeretet. Általában 9,5 millió forintot kapott egy vállalkozás. Induló vállalkozás még nem kaphat, minimum egy teljes lezárt üzleti évvel kell rendelkezni, és a felvehető hitelösszeg nagysága, azt pedig úgy kell számolnunk, hogy amennyi volt az utolsó lezárt üzleti évben a vállalkozásnak az árbevétele, annak a 25%-át igényelheti. Tehát a menet és a folyamat az, hogy benyújtja hozzánk a szükséges dokumentumokat, kitöltve mellékletekkel, ami szükséges hozzá, majd mi előszűrjük, és itt feldolgozzuk, és a kiválasztott hitelintézethez, amit az ügyfél kiválaszt, ahhoz fogjuk továbbítani az anyagot, tehát gyakorlatilag ők egy kész anyagot kapnak, és majd, amikor elbírálja a bank a végső szót, ő fogja kimondani, hogy megadja a kért hitelösszeget, vagy nem adja meg, vagy kevesebbet ad, az ügyfélnek a bankkal kell természetesen szerződni, és ezt minden évben majd felülvizsgálja a bank, ugyanúgy benyújtva a szükséges dokumentumok alapján, hogy igen, meghosszabbítja az ügyfélnek, vagy keretet emelünk, vagy azt is mondhatja az ügyfél, hogy köszönöm, nem kérem tovább, mert ugye ezek a folyószámlahitel keretnek a sajátossága az, hogy ez egy átmeneti likviditási problémára ad megoldást. De nem csak a folyószámla hitelkeretet lehet igényelni, másfajta konstrukciók is rendelkezésre állnak, tudtuk meg az iparkamara szakemberétől. Az eredetileg indult Széchenyi kártya folyószámla hitel keret, ezzel indult ez a termék. Ez mára már egy komplex 6 programból álló Széchenyi kártya termék lett. A legnépszerűbb természetesen még továbbra is a folyószámla hitel keret, de ezen kívül van forgóeszközhitel, felvételi lehetőség, beruházási hitel, az Agrár Széchenyi kártya is most már 4-5 éve működik, és van támogatás megelőlegző hitel, és pályázat kiegészítő, önerő kiegészítő hitel is. Az agrárvállalkozásoknál azt látjuk tendenciaként, hogy a kezdeti időszakhoz képest megnőtt az igénylések száma. A tavalyi évben ez az összigénylésnek körülbelül már a 30%-át tette ki, és meghaladta az 500 millió forintot az igényelt hitelösszegnek a nagysága. A konstrukció megújulását jelzi, hogy a felvehető hitel értékhatárai folyamatosan emelkedtek, illetve bővültek a felhasználási lehetőségek is a 2002-es bevezetés óta. 2002 óta működik ez a termék, akkor annyit kell tudni róla, hogy a Magyar Kereskedelmi Iparkamara és a VOSZ létrehozott közösen egy céget, a KAVOZ ZRT-t, akinek volt a feladata, hogy kidolgozza ezt a terméket, bevezesse, működtesse, amit azóta is ez a fő feladata. De természetesen a 2002-es indulás óta nagyon sokat változott a termék, változik folyamatosan, most is éppen egy olyan dologban vagyunk bent, hogy könnyítéseket fognak bevezetni, az üzletszabályzat egyszerűsödik, tehát ez mind abba az irányba mutat, hogy a vállalkozások, akik ezt szeretnék igényelni vagy igénylik, minél könnyebben, egyszerűbben hozzájuthassanak a termékhez. 2002-ben még 1 millió forint volt maximum a felvehető hitelösszeg. Ez az idők során, ugye, ahogy a gazdaság is változik, a szereplők is változnak és nőnek az igények, ez a mai napra már odáig jutott, hogy a maximum felvehető hitelösszeg az 1 millió és a 100 millió forint között van, tehát maximum 100 millió forint a felvehető hitelösszeg. Ami várható változások lesznek, és a KAVOSZ éppen a harmadik negyedében végzett egy átfogó felmérést, tehát megkérdezi mindig és folyamatosan az irodákat, megkérdezi a vállalkozásokat, akik részesei már a Széchenyi kártyának, hogy milyen igényeket várnak el, vagy milyen változásokat szeretnek,
szeretnének, és ezeket igyekeznek beépíteni mindig az új termékek kidolgozásánál, vagyis az üzlet szabályzaton ezt átvezetni. Ugye ez több szereplős ügy, és több résztvevője van, tehát nem csak maga a kavosz, az irodák és az ügyfél, hanem mögötte ott vannak a bankok, adott esetben a pénzügyminisztérium, az MNB, vagy a hitelgarantika is, tehát ahogy említettem, több szereplős az ügy, és természetesen minden változást minden résztvevővel egyeztetni kell, és csak úgy lehet ezt átvinni. Havonta átlagosan 20 milliárd forint hitelt folyósítanak a Széchenyi Kártya programon keresztül a bankok, heti mintegy 400 hitelszerződés születik országszerte, naponta 150-200 vállalkozó keresi fel a kavosz irodáját, és érdeklődik a lehetőségek iránt. Támogatás új borszőlő ültetvények telepítésére, valamint ingyenes képzések gazdáknak, több fontos határidő közeledik, ezekre hívják fel a figyelmet szakértők. Új bor szőlő ültetvények telepítésére lehet támogatást igényelni, pályázatot benyújtani. A vidékfejlesztési programon belül szakaszonként bírálják el ezeket a pályázatokat. December 16-án jár le a pályázat első határideje. Nem a meglévő ültetvény újra telepítésére lehet pályázni, hanem teljesen új, tehát akár szántó volt előtte, akár gyep volt, azt lehet eltelepíteni szőlővel. Ami nagyon fontos, hogy aki erre pályázik, ő neki már meglévő telepítési engedélye kell, hogy legyen, azzal rendelkezzen. Akinek még nincs ez, az először azt intézze, és akkor majd egy következő határnapig talán be tudja nyújtani, amennyiben nyitva marad ez a támogatási lehetőség. Itt mindig úgy néz ki a vidékfejlesztési programon belül, hogyha túligényelnek már nagyon egy adott határnapig egy pályázati lehetőséget, egy kiírást, akkor lezárják, felfüggesztik az adott keretet. Egyelőre még nincs felfüggesztve ez. A meglévő szőlőültetvények újra telepítését szolgáló pályázatokra volt eddig leginkább igény Tolna megyében, de már erre a pályázatra is többen érdeklődtek a gazdák közül. Úgy tudom, hogy ez a borszőlőültetvény támogatás az új borszőlőkre annyira nem érdekli, vagy kisebb érdeklődésre tart. Kisebb érdeklődés tapasztalható. Nálunk se sokan jelentkeztek egyenlőre még pályázat készítésre. Inkább a szerkezet átalakítási része, ami a meglévő ültetvény újra telepítését, felújítását szolgálja, arra van nagyobb igény azért, de természetesen erre is jelentkeznek azért folyamatosan. Egy másik határidő is lejár november közepén. Egy jelentési kötelezettségnek kell eleget tenniük a gazdáknak. A NÉBIH kiértesített 5000 gazdálkodót, őket növényvédelmi jelentésre kötelezi, a permetezési naplójukat kell beküldeni elektronikus formátumban. A gazdáknak 5 évente kell képzéseken részt venniük, pénzben azonban számukra ez nem kerül. Vagy 5 évente, amennyiben például egy agrárkörnyezetgazdálkodási programban vesz valaki részt, ott egy 5 éves program, akkor a program alatt mindenképp részt kell vennie, vagy annak kötelező még ez a képzés, aki valamilyen vidékfejlesztési programos támogatást vesz igénybe. Ezeket a különböző képzőszervezetek szervezik, általában támogatott képzések, tehát ingyen, a gazdálkodó részére ingyenes képzésről van szó. Általában a kötelezetteket ki is értesítik, de azért ez nem biztos. Tehát akinek bármilyen vidékfejlesztési programos képzése, pályázata van, és még nem vett részt képzésen, akkor azért érdeklődjön szaktanácsadónál, képzőszervezetnél, falugazdásznál valahol, hogy mi a lehetőség erre. De zömében egy nap alatti képzésekről van szó, tehát ezek általában reggel 8-tól délután 2-ig, 4-ig menetrendtől függően, tehát ilyen 8 óra leforgása, 8 tanóra lényegében. Az adott támogatási program, tehát az adott vidékfejlesztési program rész kiírásának a feltételeiről szól, miket kell betartani, minek hogy tud megfelelni. Egy ilyen egynapos kis tájékoztatás végén valami kis egyszerű vizsgával zárul, igazán az aznap tanultakat kell elmondani. A képzéseket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyik szervezete szervezi, náluk lehet jelentkezni és további információk után érdeklődni. Gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!